Sokszor összefügg ugye a kábítószer használat és a bűnözés, de nem lesz minden bűnelkövetőből függő. Azt gondolom, hogy itt is nagyon sokat számít, hogy sok használó tisztában van azzal, hogy mit használ, de nagyon sok szerhasználó viszont nincs tisztában azzal, hogy mit használ. És talán itt egy kicsit vissza tudunk kanyarodni arra, amit mondtál, hogy milyen az, hogyha valaki fiatalkorúként kezd el kábítószert használni, és milyen, hogyha mondjuk már felnőttként. Tehát nyilván teljesen más a rálátásunk ezekre a szerekre, meg másképp tudunk tájékozódni. Fiatalon nem biztos, hogy érdekel minket, hogy most mitől ütjük ki magunkat egy estére, míg felnőttként lehet, hogy valamilyen fájdalmat, vagy valamilyen szorongást szeretnénk oldani, és ezért megnézzük, hogy mihez nyúlunk, hogy mondjuk másnap el tudjunk menni dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen káros, hogyha valaki saját magát valamilyen szinten roncsolja így vagy úgy. Valamilyen függőség ki fog alakulni nála, hogyha folyamatosan, ugye úgymond szokássá válik, hogy a szerhez nyúl.